Szép jó napot kívánok, kedves nézőink! A fehérvári beszélgetések mai vendége Szakonyi Károly, Kossuth Díjas, József Attila Díjas, író. Jó estét kívánok! Drámaíró, dramaturg, hadd ne folytassam. Tisztelte köszöntöm, megtisztel bennünket és megtiszteli Székesfehérvárt. Most néztem néhány perce, az ön nevére 49 másodpercenként kattintanak a világhálón. Igen, ezt nem tudtam. És azt hiszem, legalábbis itt Magyarországon. És ez korán sem véletlen, hiszen amikor azt mondjuk, hogy novella, hangjáték, kisregény, elbeszélés, regény, így összegezzük, akkor Szakonyi Károly jut eszünkbe óhatatlanul is. Hát igen, mondjuk a évtizedek alatt elég sok minden készült. Tehát, ha ezt veszük, ugye 58-ban jelentem meg először napilapba novellával, hát annak most már édes tova azért jó pár éve van. És hát ezek a műfajok, ezek váltokoztak, és ez a népszerűséget elsősorban talán a legnagyobb közönség kapcsolatot a színház jelentette, vagy a rádió, vagy a televízió akkor már, akkor még, vagy már, mert már nincs ilyen értelemben tévéjáték, vagy rádiójáték igazán, ezt nagyon sokat csináltam, és nagyon sokat csináltunk, és nagyon szerettem ezt a műfajt, de jó pár éve már ez lanyhult, nincsen ilyen gyártás, csak elvétve. Ugye 1958-at említette, menjünk még előre 5 évet, 1963-at írunk, kell, hogy arc feleljen a világ nevére. Ugye egy Éluárd gondolatot kell, hogy egy arc feleljen a világ minden nevére. Igen, Éluárdnak a... Igen, Életem Zsóka, 1963. Igen. Az volt talán az első igazi Szakony is olyan dráma, amely megvilágította azt, hogy majd a későbbiekben is mit várhatunk öntől, hiszen egy olyan kor sablonjaival foglalkozott, ami azt hiszem, hogy a későbbiekben is persze teljesen másként és mélyebb formában is elvezetett bennünket, tehát válaszokat adott. Hát egy olyan korszakban volt, amikor az emberek nagyon érzékenyen keresték a válaszokat arra, hogy ugye a forradalom utáni időszak még nem volt olyan messze, és hogy merre? A könnyebb ellenállás felé megalkudni a dolgokkal, vagy tartani az embernek a saját eszméjéhez magát, és ez a konfliktus jelentkezett a drámában, aminek ugye az egyik vonulata az volt, hogy munkában is, tehát egy férfi embernek a magatartásában, a munkájában is, ugye a döntés az fontos, hogy merre, és ez bizonyos értelemben befolyásolja a magánéleti döntéseit is, vagyis hát magával hozza a döntés mindig azt a következményt, ami másokra is kihat, mondjuk a házasság vagy szerelem dolgában. Hát az Életem Zsóka cím ugye kifejezte azt, hogy itt valami nagyon fontos kapcsolatról van szó, és mivel hogy a főhősbe a nő az nem csak mint férfiba szeretett bele, hanem a eszmébe is, és a tartásába is, és amikor ez megbicsaklik, akkor ugye fölborul ez az egész érzelmi kapcsolat. Nekem is. Akkoriban még gyermekfővel azt mondta az édesapám, aki nagy Szakonyi rajongó volt, hogy nem nevel, nem elítél, nem kioktat, hanem azt írja le, ami akár otthon nálunk is megtörténhetett volna, vagy megtörtént. Most nem feltétlenül az Életem Zsókára gondolok, hanem egy kulcsműre utalt ezzel 1970 adásiba mindenképpen, hiszen olyan konvencionális társalgás folyt, mint például nálunk otthon, vagy számtalan más lakótelepi, vagy éppenséggel kis családi házban. Ez bárhol történhetett volna. Ön is kulcsműnek tartja az adáshibát? Hát kulcsműnek tartom egyrészt, van néhány ami között azért persze, de főleg azért is, mert magam számára is meglepő volt, hogy mennyire bele talált a korba, illetőleg az embereknek a viselkedés rendszerébe, ami az bizonyít, hogy nem csak nálunk reagált rá a közönség. Ugye a következő esztendőben, ez 70-ben volt a bemutatója a Pesti Színházban, parádés szereposztás és nagyszerű rendezés, Várkonyi rendezésében, és már a következő évben Finnországban játszották, nem beszél arra, hogy a magyarországi színházak rögtön ősztől kezdve átvették, de hogy olyan helyeken is
megértették, mint Törökország, vagy Norvégia, vagy mondjuk a későbbiek a 70-es évek végén már Vlagyivosztokig, tehát tulajdonképpen ahol játszották, ott az emberek mindig úgy reagáltak rá, mint az ősbemutatón, vagyis azt jelentette ez számomra, hogy a kérdés úgy látszik mindenütt ez, hogy az emberek kapcsolata milyen, mennyire vagyunk befelé fordultok, tokba bújtak, ahogy Csehov mondaná, mennyire megváltoztak az értékrendek, és itt tovább nem akarom most sorolni, de tulajdonképpen ez megszólalt mindig mindenütt. Nem csak a televízió, mint olyan, ami ugye főszereplője a darabnak, és nyilván mindenkinek már akkor élménye volt ez a ez az elvonó, ami a társalgástól elvonja az embereket és a meghittebb kapcsolatoktól, de tulajdonképpen az a fajta emberi magatartás. És azt kérdezte tőlem egyszer egy újságíró akkoriban, amikor sikerről beszélt, hogy hát mit szól az író a sikerhez, mondtam, az írót nagyon meglepi, szóval örömmel tölti el a siker, az ember szomorúsággal, hogy úgy látszik ez mindenütt ilyen életforma. A kettősség miatt nem ítélkezik? Kérem? Nem ítélkezik és nem értékel. Ez a kettősség hogy nem miatt? Én sose. Hát magában minden az egy előadott műbe, akár prózai, akár színdarab, ott benne van egyfajta ítélet, amit az ember saját maga a világról el akar mondani, meg az emberekről. De én sosem didaktikusan akartam, és azon kívül mindig az volt a elvem, hogy nem vagyok bíró, nem ítélhetek, hanem meg kell mutatni azt az embereknek, ami történik, meg a viselkedésüket, meg hogy szólnak egymáshoz, miről beszélek. Ebből vonják le azt a tanulságot, ami ebből levonható, de hogyha én szájbarágosan azt akarom mondani, hogy ezt azért mondom el, hogy ezt tanuljátok meg, ez létezik ilyen mű, de ez nem igazán. Néha tetten érhető, hogy egy színházi vagy tévéfilmes adaptáció, vagy éppenséggel egy hangjáték is más, mint ahogy a szerző gondolta. Ezeket figyelemmel kíséri, beleszól? Hát általában olyan szerencsém volt, hogy a színházi rendezéseknél is ott lehetem, hát a ősbemutatóknál nem azt mondom, amikor valahol máshol játszották, vagy külföldön. Vagy a rádióban, vagy a televízióban közös munkák voltak ezek, de mondjuk bizonyos értelemben, jó értelemben vannak változások, variálások benne, mert én mindig azt mondtam, hogy én megírok valamit, teszem azt az adáshibába ezeket az emberi magatartásokat, de jönnek az olyan tapasztalt emberek, mint a Páger vagy a Bulla, most az életkorukat tekintem, nem csak a művészi kvalitásukat, akik az élményüket beleviszik ezekbe a figurákba, és valamit még ők is hozzá tesznek, elmondanak a viselkedésen, az előadás minőségével, a művészi alkotás lényegével, tehát azért ez egy fantasztikusan közös szülemény, szellemileg, most nem gyakorlatilag, hanem az, hogy mindenki azért a maga világát, a rendező is beleviszi a maga világát. És mindenki a saját korában, ugyanis azt tapasztaltam, hogy ez ugyanolyan 2015-ben is volt, eltett 40 esztendő. Hát igen, ez egy nagyon kellemes meglepetés volt, hogy ugye ezek a reprízek, például az utóbbi 10 évben Győrbe kezdték el, azt hiszem, és így ment végig vidéki városokba, hogy a közönség ugyanolyan jól fogadta, illetve főleg az volt érdekes, hogy a fiatalok jól fogadták. Tehát, hogy tulajdonképpen azok, akiknek nem azok a társadalmi élményeik voltak, mint a 70-es években élő magyarországi lakosoknak, hanem már egy 20-30 év, 40 évvel később, hogy ez érdekes, hogy a reagálások azok hasonlóak. Ugye azt a bátorságot nyilván nem vettem magamnak, az illúzió lett volna, hogy az 50 éves teljes pályafutását elemezzük most, hát, mert soha az életben. Nos, viszont szemezgettem a Digitális Akadémia részéből, és az ítéletnapig azt azért választottam én, mert egyrészt szintén 1970-ben született. Az nagyon okos és jó választás volt. Másik oldalról pedig az egy különleges az ön pályáján is, az ön írói pályafutásában. Hát a stílusára gondol, akkor a igen. A stílusára, igen, hiszen egy börtönccel azért mondjuk el röviden. Hát ez egy úgynevezett abszurd stílus, amiben ugye megíródott, de a minden abszurdnak
éppen olyan reális valóság alapja van, mint a reális daraboknak. És ugye ez a fajta, ez a darab, ez elég régen írtam, tehát tulajdonképpen abban az időben, a 60-as években, azt hiszem, amikor még a diktatúra létezett, tehát amiben az ember azt próbálta a történés és a történelme alapján valahogy elmondani, hogy van egy agresszió, utána jön egy konszolidáció, és amikor a konszolidációban valaki fészkelődik és nem akar ott maradni, akkor jön megint egy tragédia. Ugye ez a, igen, egy rendkívül ez a rajza a dolognak. De végül is köznapi szituáció. Ki igen. Az őr, ki az őrzött. Igen, igen. Lehetne fordítva. Hát igen, ez le van, ez tulajdonképpen a megjelenése az egy abszurd helyzet, hogy egy őr és egy őrzött egy szobában, egy cellában van, és megfordulnak a szerepek, és azért a végén mégsem fordulnak meg a szerepek, mert amikor az őrzött innen ki akar törni, akkor az őr észbe kap a legjobb barátságok ellenére, hogy itt nem lehet ezt megengedni neki. De hát ezért ebben bizonyos értelemben bele tudtam sűríteni, úgy éreztem én, és azért örülök, hogy ezt fölemlítettem, mert bele tudtam sűríteni egy történelmi szakaszunknak a rajzát. Ugye most gondoljuk akár csak az orosz megszállásra, vagy bárminek szállásra, és utána jön egy konszolidáció, vagy 56-ra, és utána volt egy álságos konszolidáció, stb. Szóval ebben úgy benne vannak ezek a dolgok, amiket az ember, hogy egy felvonásos, tehát nem egy terjedelmes darab, és mégis sikerült azt hiszem úgy belesűríteni. Várkonyi egyébként televízión is megcsinálta, csak nem nagyon veszik elő. Páger és Garas Dezsővel csinálták, mert két kitűnő színésszel. Pozor szereposztás. Hangjátékok, önhangjátékok atya. Azt hiszem, hogy amikor a rádió fontos volt az életünkben, most is fontos, de amikor odafigyeltünk rá, annál fontosabb nem volt, mint egy jó hangjátékot végigkísérni, figyelemmel kísérni. És ugye az adásibáról már beszéltünk, de ugye hangjátékként született, illetve olyan, mintha egy hangjátékként született volna, és ugyanaz a katarzis jön be nekünk, bármikor halljuk, mint mostanság, és akkor mondhatnám a verseny, az üregek, a parkolások, hát nagyon ilyen sok, nap van ma, és így tovább. Igen. Nagyon sok hangjátékot írtam, hála Istennek volt rá módom, lehetőségem, mint ahogy a kollégáknak is, mert nagyon jó volt a rádiószínház. És elkezdtük még a 60-as évek elején ilyen dokumentum hangjátékokkal, aztán a rádiószínház megerősödésével már aztán nagyon sokan ott dolgoztunk, drámákat, hangjátékokat írtunk, és ezek elég sok felé eljutottak, mert ugye jobban eljutottak, gyorsabban eljutottak minden színdarab, mert a rádiók azok egyszerűbb feldolgozással, nem olyan nagy költséggel adják elő, mint egy színház. De a műfajt nagyon szerettem, és borzasztóan sajnálom, hogy tulajdonképpen majdhogyan azt mondhatnám, hogy megszűnt. Mert amikor ezelőtt egy olyan, most már talán 8 évvel, vagy mikor megváltozott a rádió struktúra, akkor néhányunktól megvettek örökáron X darabot a rádiójátékok közül, amiket digitalizáltak, és azokat néha talán leadják, de újakat már az osztály megszűnt, a rádiószínház megszűnt, a dramaturgiai megszűnt, tehát tulajdonképpen nem írhatunk hangjátékokat, és akkor mondtam ott az illetékeseknek, hogy talán egy műfaj halálánál vagyunk jelen, mert ezt a rádiójátékot csak a rádióban lehet csinálni, hát ez máshol nem lehet. Hát, tudom, hallom, hogy van egy-két műhely, ahol a tárjában ott valamilyen műhely készít egy darabot, vagy inkább felolvasásokat, de az a fajta pezsgés, ami ott volt a rádiószínházban, az sajnos meghalt. Miként választott témákat? Az utcán találkozott velük, vagy szembe jött mondjuk, vagy kereste, vagy rátalált őket? Hát ugyanúgy, ahogy más, tulajdonképpen megkínálta magát műfajilag, hogy van, ami meg novellát akar, novellába akar megszületni, van, ami drámába, és van, ami a hangjátékba. A hangjáték, ugye én mindig azt úgy fogalmaztam meg a lényegét, hogy a dráma és a novella között van, mert van benne narráció, és vannak benne drámai
fordulatok. Nagyon sokat az ember a hétköznapokból, meg hát tulajdonképpen én nagyon sok felé forgolódtam az életben, munkakörökben, és hát onnan is sokat táplálkoztam. De például a Rádió Színház, hogy dicsérjem tovább, az egyszerűen hozott témákat azoknak az íróknak, akik oda dolgoztak. Azt mondták, csehszlovákiai bevonulás 68, vagy magyar honvéd sorsok, vagy magyar királyok. És tehát akkor fontos volt, hogy kötető ki mindenki, legyen. Az választott belőle valamit. Hát nekem mondjuk ez a 68-as téma az egy nagyon szép darab lett, egy öreg színésznő betéved egy új színház, rekonstruált egy ilyen újjáépített színházba, és ott volt valamikor kezdő, és ott játszódnak le a emlékei, amik aztán végig az első háborútól kezdve napjainkig. Tolnai Klári remek szerepét emlékszem ebben, és fantasztikus volt, szinte az életét játszotta le 100 évet, hogy úgy mondjam, mert Klári olyan sokáig, ugye, hála Istennek színpadon volt. És ezek mondjuk ilyen motivumok ebből lettek, és a Sumunyi Pap Zoltán, aki a Rádiószínháznak a vezetője volt, azt mondta, hogy tudjátok, mit választatok magatoknak egy magyar királyt, és akkor arról írjatok hangjátékot. Én második Andrást választottam, valaki megint mást. Vagy beszéljünk a szabadságharcról, mondjuk egy ilyen. Ki mit írt meg? Én megírtam a Turini nyár című Kossuthról szóló darabot, az öreg Kossuth, amikor Turinban van, meglátogatja őt egy Erdélyből egy fiatal lány, ez egy történelmi tény, az már nem eléggé történelmi tény, hogy milyen mértékben szeret bele, de szóval az öreg Kossuth szerelmét, és ennek kapcsán ott a vitatkozások a során, meg az élet emlékiratait írja, és a lánynak kvázi a kérdéseire válaszolva. Nagyon sok motivum följön a Görgeivel, Dembinszkivel és a csatákkal kapcsolatos dolog. Tehát megtartotta a legendát, ugyanakkor igen, úgy adaptálta a mába, hogy azt a köznapi ember is, igen, értse, és kielégítse. Ezek ilyenek voltak, nagyon-nagyon jó volt ez a Rádiószínház, úgyhogy ez sajnos úgy kell mondani, hogy múlt időben, és nagyon sokunknak ez fájdalmas. Ja, Ungvári Tamás nemrégiben most jelent meg, hát 2-3 esztendeje a Szépség enciklopédiát írt ön is, 11 néhányat, fantasztikus volt. Ő mondta csak így megjegyzésként, hogy annál fontosabb nincs, mint hogy a köznapi ember is értse, tehát Szakonyi Károly ne Szakonyi Károlynak írjon, és az hála Istennek így történt. Erre törekedett annak tükrében, hát, hogy így fél évszázad után nyilván... Hiszem, hogy én nagyon-nagyon sok mindent elolvastam a kamaszkoromban a magyar íróktól. Múricot, Mikszátot, Tersánszkit, Tamásit, Kosztolányit, ezeket kvázi mestereknek tekintettem. Nézd, valahogy tőlük tanultam meg, hogy mi az, amire figyelni kell. A másik az, hogy Fejes Bandival mindig mondtuk, hogy unalmasan nem szabad írni. Az egy vétek a közönség ellen, az unalmasan ír valaki, és tulajdonképpen alkati kérdés, hogy milyen hangja van az embernek, és talán valami isteni szerencse, hogyha olyan tónusban tud beszélni, hogy az emberek a komplikált dolgokat, amiket el akar mondani, egyszerűen eljusson hozzájuk. És ez, hát azt hiszem, nem is tudnék másképpen írni, de lényegesnek tartom azt, hogy a kapcsolat létrejöjjön olvasó és az író között, mert különben magamnak írok, hát nem magamnak írok. Ugye 2000-ben megjelent az Iránytű 2000 címmel, az első gyűjteményes dráma kötete, és ennek kapcsán kérdezem, hogy mit hozott önnek az új évezred? Hát hozott sok mindent, ugye tulajdonképpen azt gondoltam, ha már az ezredről beszélünk, hogy évezredről beszélünk, hogy talán nem tertőződött meg a 20. századdal a 21., ahogy ezt leírtam, hogy talán ez a, mikor vemhes volt, vagy terhes volt a 21. századdal a 20., akkor nem járt úgy, mint a
terhes anyák, hogyha ránéztek valami csúnyára, akkor a gyereken az meglátszott. És a 21. század sajnos nagyon sok foltot visel már is magán a 20. századból. Mit hozott a drámaíróknak, mit hozott annak a fiatal nemzedéknek, akik most szeretnének Szakonyi Károlyok lenni? Az ön példája? Vagy teljesen másként csinálni hát, ebben a digitális világban? Minden korosztálynak megvan a maga jó szakasza, és az újítási szándéka, és egy kicsit szembenézése az előzőekkel. Őszintén szóval mi jobban kapcsolódtunk a korábbi alkotókhoz. Szóval a generációnk az valahogy erősebb kapcsoló volt, talán egészen visszamenőleg mondhatom, ha nem is személyesen, de a nyugat generációjáig. Hát hiszen tulajdonképpen még nagyon sok emberrel találkoztunk, akik akkoriban működtek, hát még Kassák Lajossal is voltunk író-olvasó találkozón együtt, meg Tersánszkival, meg Tamási Áronnal, Veres Péterrel, nem beszélve azután jövőkről, a Mándi Iván és a Cseres Tibor és a többiekkel, hogy volt egy kapcsolat, egy kontinuitás. Most nem érzem ezt egészen. Úgy érzem, hogy egy kicsit elszakadtak a generációk egymástól, mindenki csinálja a magáét, nagyon sok tehetséges író ismerek, nagyon sok tehetséges drámaírót is ismerek. A 30-40-50 éves korosztályból, és hát minden korszaknak megvannak a kiugró eredményei, most is megvannak és meglesznek. Ugye önnek voltak példaképei, említett neveket, nagyon sok mai írónak ön a példaképe. Milyen tanácsot adna nekik, akik 30 évesen még az utat keresik? Nem kötelezték el magukat? Hát, ugye egyrészt azt mondhatnám, amit a Stendhal is mondott, hogy az igazat és csak is az igazat. Ez az másik az, hogy nagyon figyeljenek az életre, és azt írják, amit minden korosztálynak kötelessége, én azt hiszem, hogy amit megél, azt rögzítse. Mert senki más nem fogja azt, hogy úgy mondjam, hitelesíteni, amit megél. Amit mi megéltünk a 30-as években, vagy megéltünk a 40-es években, azt kötelességünk volt megírni. És akik most élnek, azoknak kötelességük ezt a kort megírni. Tehát figyeljenek a korukra, és figyeljenek az embereknek a korukban való viselkedésükre. Rövidesen ünneplő 85. születésnapját. Hát igen. Mit kívánjunk önnek? Hát, hogy még azért legalább egy-két jó novellát meg tudjak írni. Nekünk a magunk születésnapi ajándéka az volt, hogy megtisztelt bennünket. Akkor ezt kívánjuk, számtalan novellát, és azt szeretném, ha mielőbb olvashatnánk mindnyájan a színházi pályafutásának összegzését, ugye már említettem. Hát igen, az majd remélem, hogy most már szerkesztés alatt lesz, és az egy nagy áttekintés 63-tól napjainkig. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen a beszélgetést. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták vendégem Szakonyi Károly, Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró és dramaturg volt. Maradjanak továbbra is velünk, minden jót kívánok, viszontlátásra!